Jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt vagyok egy újabb munkába menős videóval. Igen, vasárnap van, aki tudja, mert tegnap szombat volt. És ma is megyek reggel től estig. Azért egy ilyen harmadik 12 órát azért már megérzem az ember. Én is megérzem, hogy most úgy gyalog megyek, de amúgy is azért eléggé hosszú idő. Bazen, milyen forgalom van itt? Csak úgy mennek az autók, vágod hajnalba. A taxik. Ez mindegy, szóval ez a harmadik nap 12 órán. Kicsit most később keltem föl, szóval most nem is 4 óra van, hogy elindultam, mert most 4 óra 20. Szóval már 20 perc csúszással vagyok. Kicsit vicces, nem? Ez igazából csak 17:30-ra kéne odaérnem. 3-4-6-ra. Arról beszélgetek, hogy fél ötkor már csúszok. Na mindegy. Aztán. Ma lesz a döntő. Fociba. Most ez itt a menő. Most mindenki erről fog beszélni. Spanyolország. Anglia. Gondolom, hogy több embert érdekel. Nem tudom. Már bevallom nekem ez az egész EB picit csalódás. Nagyon ilyen. Semmilyen foszit játszottak a nagy csapatok. Vagy azért, mert a játékosok elfáradtak. Vagy azért, mert a pénz közbeszólt, én nem tudom. De lehet, hogy nem is akarjuk tudni, mi áll a háttérben. De azért, ha döntöd, meg fogom nézni. Ezt azt hiszem, 9 óra lesz, nem? De akkor már kómás leszek. Ráadásul úgy, hogy holnap megyek túlórázni reggel. Szóval holnap is lesz munkába menős. Mert nappalra beírtam magam. Egy kis túlcsi. Ez kell nekem. Ugye, lesz az EB döntő. Utána hajnalban meg lesz a Copa America döntő. Argentina játszik Kolumbiával. Azt már lehet, hogy nem nézem meg, max, ha csak föl nem kerek. Mindegy. Bazd meg, kurva sok autó van. Hiába ez a fő út, ahol megyek. De nem szokott ennyi itt lenni hajnalba. Mindegy, elég fura. Így bezavarnak a videómba. Hihetetlen. Mert ilyenkor se hagyják az embert békre, nem? Jó, eléggé kómás vagyok. És felkeltem most, aztán gyorsan bedobtam egy kis kaját, mert most nem volt energiátalom. Tegnap munka után úgy voltam elmenni venni. Meg gondoltam, hogy veszek meg egy kis fagyit, de inkább nem. Tegnap sütöttem ki csirkeszárnyakat. Tudjátok, ez hamar megvan. De én úgy szeretek mindent tenni, hogy ropog. Hogy szó szerint már majdnem éget, tudod. Úgy ez igazi. Mondtam a munkatársamnak, hogy ugye csinálok ilyet, ha hazaérek. Szóval mondtam, én nem megyek be a KFC-be. Azért, mert azt meg utálom. A KFC-s csirkeszárnyakat nem szeretem. Múltkor egyszer rendeltem, de nem tudom. Még szó szerint rajta voltak a tollak is. A csirke. Azt ilyen negatív véleménnyel vagyok róluk, így. Ez lehet, hogy csak kivételes eset volt, de nekem az nem az igazi. Azért, mert nem rendelek, hogy kidobjam a felét. Ugye úgy voltam vele, veszek egy csirkeszányot, tudjátok. Nem is tudom mennyi, 1200-1400 kilója. Mondjuk ahhoz képest, hogy szinte csak nincs rajta hús, ahhoz képest sok az ár. Igen, vettem egy olyat, betettem, tudjátok, a sütőbe, meg ilyenek, aztán ettem kenyeret hozzá, meg ilyen fokhagyma, újhagyma, paradicsom, paprika, hát ennyi. Most reggel fölkeltem, aztán vajas kenyeret ettem. Nem volt kedvem meleg szendvicset készíteni reggel, mert korán, későn keltem. Azt korábban kell kelnem, hogy
Mert azért mire megsül a 15 perc. Amúgy nem tudom ti, hogy vagytok vele. Engem már zavar. Tudjátok, amikor mikor van egy napi rutinod, úgymond, és például így van, hogy kicsit később kelsz, vagy valami közben, vagy nem, akkor így már felborítja az egész napodat. Vagy baszki, ezt reggel nem így volt, csak gondolom kezdem olyan napot, hogy elvontsa össze. Nem tudom, érdem állam így van. Gondolom, hogy ez egy általános jelenség. Na mindegy. Csak így beszélgetek most mindenről, ami lényegtelen. Na, amúgy le kéne menni a strandra valamikor, hogy eszembe jutott. Remélem, hogy jövő héten jó idő lesz hétvégén. Most autóőrület van itt. Mindegy, mert általában mindig az van. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, hanem hogy mikor dolgozok, akkor süt a nap, egy deka eső nem esik, semmi. Hallod? Mikor otthon vagyok, vagy épp hogy hazaérek, elkezd szakadni az eső, zápor, zivatar, villány, hogy ugyanígy jártam. Elnyittem a munkába, tök jó idő volt, hogy kiértem reggel 6-kor, abban a pillanatban elkezdett szakadni az eső, szó szerint. És ilyenek azért rossz, mert ugye csak egy pólóba jövök, rövid nadrág. Az ugye ott azért most már van ott egy esernyő tartalékban legyen. De akkor nem volt, az úgy eléggé szépen eláztam. Jó, nem volt hideg, mert sütött a nap. Vagy nem tudom. De esett az eső is. Még ezt kell szeretni, nem? Ez van. Azért. Miről beszélgessünk? Téma nélkül nem lehet. Tudjátok. Tegnap olvastam egy olyan izért, threadset, tudjátok, olyan, mint a Twitter, kiírt az egyik csaj, hogy azért nem rendelt pizzát, mert a diszpécsertől megkérdezte, hogy mennyi idő a szállítás, mire kihozzák az ételt. És a diszpécser azt mondta, hogy 25 perctől másfél óra lehet ez. És ő akkor azt mondta, hogy nem kéri a kaját, és akkor a diszpécser elkezdett vele visszabeszélni, hogy miért nem kéri. Nem azt mondta, hogy másfél óra lesz, hanem azt mondta, hogy 25 perc is lehet, de lehet másfél óra is. Tudod, csak mondta, akkor se kéri, mert tudja, hogy úgyis másfél óra lesz, vagy valami ilyesmiről szólt. És akkor így ezt kiírt, és akkor jöttek a kommentek alá. Hogy igen, neked volt igazad, nem, neki volt igaza, ő sem tudja pontosan, csak tájékoztató jellegű. De az a vicces, hogy ez az intervallum, ez nagy. Mert én is már volt, hogy azért nem rendeltem pizzát. Kiírták a weboldalra, hogy akár másfél óra is lehet. Nem tudom, ez a másfél óra, ez honnan jön. És ugye például az emberek, ha el kell menni, ilyet tudod, hogy valami, nem ott akarja az egész estéjét tölteni. Nem tényleg gyorsan megéhezett, egy pizzát rendel, 20 perc alatt kihozzák, utána megy bulizni, tudod. Csak energiát tölt magába. Akkor nem fogod másfél órát ott válni, hanem egy olyan helyet választ, mert van sok pizzázó, ahol viszont 20 perc alatt kihozzák. Itt is van, amúgy Fehérváron is van. Van egy olyan pizzázó, ha már így pizzáról van szó, amelyik 20 perc alatt kihozza. Szerintem még annyi sem volt, múltkor rendeltem, tényleg még a munkában rendeltem meg otthonra, 6 órakor, 5:50-kor, és mire hazaértem, akkor autóval mentem, mikor hazaértem 6:15-re, már láttam, hogy csengetnek föl. Épp, hogy hazaértem, és már csengették is a kaputelefonon, hogy jött a pizzás, érted?
Mondom, az korrekt, hanem jó, hogy ilyen hamar hazaértem. És ugye van a másik, amelyik meg már annyit késett múltkor is, hogy... Még aztán a pizza is kicsit ki volt hűlve. De már annyira éhes voltam, mert estére rendeltem, este 10-kor jött meg. Amikor bezárnak a pizzázó, mikor bezár, akkor jött meg a pizza. Hogy egyszerűen most már muszáj voltam megenni. Csak is, ha megrendeltem, hogy 7-kor, 7-8-kor tudod. Jó van, akkor is meccsen. Meccsen szoktam pizzázni. Lehet, hogy ma is az lesz. 9-kor lesz a meccs, tudod, pizza. Egy kis chipsi, egy kis kóla. Azt, hogy megnézzük öcsémmel. És akkor is szoktam rendelni, és ugye az meg már rég megy a meccs, sehol, semmi. Már meg is néztem, hogy biztos, hogy elküldtem a rendelésre, kifizettem, ugye előre szoktam fizetni. Tudod, online ki lehet fizetni kártyával előre. Akkor csak a futárnak, hogy odaadja a kaját. Aztán. Na mindegy, de viszont most kérdeztetek, hogy onnan miért rendelek. Egy dolog miatt rendelek, akkor ugye belekalkulálom, hogy sokáig tarts meg kiszállítani, de nem azért, mert ahonnan rendeltem, tudod, az a 20 perces, annak azt tudjátok, hogy milyen pizzákat csinálnak itt Fehérváron főleg? Ezeket a nápolyi pizzákat. És most nem a nápolyi szelet, hanem az a olasz nápolyi stílusba készült pizzákat csinálnak, ami ilyen baromi vékony a tésztája. Szó szerint kicsit már majdnem ilyen égettes. Hát nincs rajta, hogy hülye sok feltét. Azt ilyeneket csinálnak. A másik viszont a hagyományos pizzát csinálja, tudod? Mikor jó vastag a szélre, meg maga a tészta is van rajta bőven alapanyag. Szóval nem azon, hogy felemeled, és akkor is kiesik, meg szétesik a tészta. Meg ilyenek, szóval azért szoktam is igazából. Árban viszont ugyanott vannak. Szóval ugyanúgy drága mind a kettő. És inkább akkor már olyat szoktam rendelni. Nem ezt a vékony tésztájút. Így mondták több ismerősöm, hogy azt ők jobban szeretik ezt a nápolyi pizzát. Hát mondom, hogy nápoly. De hát én nem. De csak azért, mert nem azt szoktam meg. Na mindegy, hát ez van. Lehet, hogy azért is rendelek annyira, nem tőlük. Már sokan ezt szeretik, aztán azért nincsen szabad futár sorsa. Na mindegy, ezt is megbeszéltük. Kicsit amúgy most ilyet nem kell, tényleg már. Még ott mennem kéne egy energiát. Lehet, hogy veszek egy csokit. Mondjuk amúgy nagyon drága automata van itt. Szóval van a Moments, meg ezek az is 300 forint drága, a Moments. Az a nápolyi ostya csoki, tudod. Vagy van az a kókuszrúd, az is 250. Tudjátok, az a ilyen csoki, és van benne kókusz, és ilyen hosszúkás. Nem tudom most milyen neve. Ilyen kék zacskóban van. Kék csomagolása van. Ilyen hosszúkás, olyan, mint a szal. Remélem most oda készik. Na az is. Abba tegnap vettem. Zardiba csak 120 forint. Megláttam, rögtön ettem belőle. Tizet. Hogy legyen ott van. Na. Sétálunk. Egy kis dombra, lecsücsülünk, csücs. Amúgy ma este lehet, hogy lesz egy kis gameszkó. Most már hiányzik. Ma, amikor én dolgozok, tudod, péntek, szombat, vasárnap. Tudod, este 6-tól reggel 6-ig, vagy reggel 6-tól este 6-ig ilyenkor. De valami szerintem nincsen sok kedvem leülni a gép elé játszani. Ilyenkor csak akkor, csak ilyenkor tudjátok, hogy szoktam, tudod, kajárok, beteszek egy videót, vagy valami gameplayt, megnézek.
vagy valamit csak így hallgatok, mint a... nem tudom. Aztán ennyi. Utána így fekszek le. Ma ugye reggel kelek, szóval ilyenkor próbáltam live-ozni, de nagyon fáradt voltam úgy. Ahhoz, hogy most jó is legyen a stream, tudjátok, hogy ilyen buvalbaszott, unalmas streamet nyomjak, már azt nem szeretem. Olyan tudnék, de ennek nincs értelme. Lehet, hogy ma valamit nyomok. Van egy játék. Az a cím, hogy Exit 8. Nem tudom, láttátok-e. Már játszott vele pár streamel, én csak belenéztem. Az arról szól, hogy van egy folyosón, és akkor mindig ugyanazon a folyosón vagy, és akkor, ha anomáliát látsz, szóval elsőnek végigmész a folyosón, meg kell érezted mindent, hogy hogy van, és utána még egyszer, mert ugye ez ilyen loop, körbe-körbe mész, mindig a folyosón, ugyanaz a folyosó. És hogyha látsz eltérést az alaphoz képest, akkor vissza kell fordulnod. Visszafordulsz, bemész az ajtón, még egyszer ugyanaz a folyosó. Ha jó minden, akkor egyenesen mész tovább, ha rossz, akkor visszafordulsz. És azt hiszem, hogy 8-szor kell ezt megcsinálni. Szóval 8-szor kell jól észrevenned az anomáliát, hogy van-e vagy nincs. És akkor végigmész a pályán. És a játékon. Most gondoltam egy kis chillesbe egy ilyet megnézzük, mert ez nem hosszú játék. Nem? Vedd el. Most volt a nagy nyári vásár, azt hiszem már. Kicsit beszélgessünk a játékos témáról, tudjátok. Csak mégis itt mindenki játszik. Nem tudom, ti vettetek valamit egyáltalán? Az a baj, én nézegettem, és bevallom, olyan játékok voltak leakciózva, amit vagy már megvan, vagy úgy nem keltette fel az érdeklődésemet. Azért meg nem játszok a játékkal, hogy csak ott legyen a Steam könyvtáramban. Erről volt egy statisztika. Nem tudom, hány millió olyan játék van, amit csak így megvettek, azt kb. Sose indították a felhasználó, tudod. Volt valami akció, jó van, vegyük meg, csak $2, tudod. Azt hiszem, hogy ott porosolik nála a könyvtárban. Nem az durva. Mondjuk nekem is van ilyen játék. Nekem azért van sok játékom, mert annak idején, mert még most is megy, csak én már nem csinálom, voltak ezek a Humble Bundle, Humble Bundle oldal, és ott ilyen, tényleg ilyen pakok voltak, és tényleg ilyen $1-2 kaptál, hogy 8-10 játékot. És ha például már $3 fizettél, akkor még hozzácsatoltak még két, már jobb játékot, tudod. Ha már $5 fizettek, akkor megkaptál valami elit gémet, tudod. Ami az elmúlt években volt siker gém. És ugye így én is mindig vásároltam. Hogy majd játszok vele, jaja. Majd megnézzük milyen, aztán valahogy. Volt egy-két gém, amit már toltam. De közel is annyival, amennyit akkor vettem. Na, ez van. Ezt kell szeretni, nem? Jók ezek a játékok. És az emberek legyen rá ideje. Vagyis mindig, én nem úgy inkább multis gémes voltam. Mindig a csé pörgött nálam. Mondtam. Csé, LOL, Hearthstone, HS. Szerintem az 3 fő játékom, amivel játszottam életem során. Ja. Mondjuk az idejével is sokat játszottam. Csak az nem olyan, hát régi játék már az Overwatch. Még esetleg az. Az még a mai napig előveszem. Persze, most lehet mondani, hogy Fortnite. De ja. De Fortnite-t nem játszok olyan régen, mint ezekkel.
Pihenjünk. Látjátok most milyen gyorsan megyek? Csak úgy elsuhannak a fák mögöttem. Na, mert most kicsit nagyobb léptekkel lépek. Az meg, vannak olyan házak itt, amelyek a teteje, tudod, hogy mi van? Szóval szerint csak napelemek. Majdnem a tetőnek nincs egy üres része, csak max a sarka, ahol nincs napelem. Most itt pont egy olyan mellékel. Tele van. Még a garázs felett is az van napelem. Nekik már milyen jó, nem? Szerintem alig ki áramot fizetni. Jó, biztos, hogy pár millióba belekerült. Ennek a megvalósítása, nem tudom. Mondjuk nem tudom mennyire mutat jól, de biztos, hogy menő. Úgyhogy napelemek vannak. Remélem, hogy ma könnyű napom lesz. Már mondjuk amelyik gépen vagyok, az olyan szar, hogy ki kéne dobni. Az képest, hogy új gép. Szállalmas. Na mindegy, hát ez van. Ezt kell szeretni. Már 11-12 évben alatt hozzászoktam ehhez. Bevallom az őszintét. Nem sokára lesz a fezen. Arra, amit ki kéne mennem. Augusztus 3-án ki tudok menni a fezenre. Csak úgy mondom, ha valaki lenne ott. Akkor lesz az a scooter, tudjátok. Mondjuk most volt a Budapestben a parkban is. Valaki akart, el tudott rá menni. De itt is itt lesz a fezelen. Csak úgy megsugom. Azt hiszem, hogy most 16-17 ezer forint itt a napi jegy. De ezt egy hónapja néztem. Most már lehet, hogy van egy 20-as, mert folyamatosan megy föl ugye. Ahogy közeledik az esemény, fesztivál, úgy mindig drágább minden, tudjátok. Például márciusban vetted volna meg, akkor 5000 forint. Mert akkor vannak ilyen early jegyek, ilyen korai megvételűek, tudjátok. Ezek mindig ilyen nagyon olcsóak, a bérletek is. Sokan akkor veszik meg, csak ugye hát most megveszel valamit márciusban, honnan tudod, hogy augusztusban, hogy pont ráérsz-e, pont Szabin leszel, pont nem jön közben semmi, tudod. Mondjuk rengeteg eladó bélet is szokott lenni. Lehet, hogy pont ezért, mert ugye ezt el lehet adni. Azt hiszem, hogy ezek nem név szerint vannak. Ezek az előrendelt jegyek, gondolom. A simák biztos, hogy nem. Ne, hogy bekussolok mi? Ilyenkor tudjátok ez a gondolkodás van, hogy... Áj. Gyönyörködök a természetbe. Ahol megyek, meg fog nyílni egy megedítni. Most fog nyáron nyílni, vágod? Itt Fehérváron tudjátok, van már nyílni, aldi van. Kurvasok. Azt most itt meg fog nyílni. Ami vicces, hogy milyen hamar megcsinálták. Nemrég még 10 év volt, épületek álltak, meg minden, most meg már ki van építve, itt a parkoló. Meg jó minden. Minden jót, jó áron. Hétköznap 7:30-9. Vasárnap 7:00-7. Az korrekt, de már nyitva van? Nem hiszem, nem hát. Nem, még nincsen.
Na, kíváncsi vagyok, hogy milyen. Majd egyszer ide bemegyek. Körülnézni, mi a választék. De ahol én lakom, ott egy Aldi. Ott van nagy áruház. Szóval... Én a Tesco-ba nem szoktam már járni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, tudod? Régebben mindig ez volt, nem? Ha ilyen bevásárlás. Vagy tényleg valakik így a faluról bejöttek, tudod, vásárolni, akkor mindig a Tesco, vagy a Metro, menjünk, tudod. De szerintem most már ez a Tesco-nak szerintem biztos, hogy vissza esett a forgalma bőven. Egy. Múltkor bementem, egy. Én nem tartom már olyan olcsónak, szóval nekem nem éri meg azért bemenni ide a belvárosba, vagy itt. Hogy a Tesco-ba vásároljak, mert minek? Mikor tőlem 10 méterre lévő Aldi, Lidl-be is megkapom, talán olcsóbban. Érted? Szóval nincs úgy vonzó erre. Persze, van ez a klubkárd, akkor esetleg kicsivel olcsóbb, vagy nem tudom, de szerintem nem éri meg annyira már. De szerintem a választék sem annyira hű, de jó. Azért csipa van a szemembe vágod. Durva. Pedig arcot mostam. Hogy vagyok csipás? Lehet, hogy nem szedtem. Nézzétek meg. Csipással megyek oda. Mellóhelyre. Hát mit gondolnak itt az emberek? Szóval, ja. Biztos, hogy visszaesett. Tudom, mert csak a magamból tudom, mert mi is régen faluról mindig oda mentünk, tudjátok, csináltunk. Havi vagy két hetente, tudod, egy ilyen nagy bevásárlás. De akkor tényleg nagy bevásárlás volt, tudom, emlékszem, hogy akkor csokiból, és nem az, hogy egy csokit vettünk, tudod, hanem vettünk egy ilyen egészszer, ilyen bontatlan, amiben volt 40 darab, 50, tudod. Csak az így be volt osszva. Sportszerekből, marsból, meg ezekből, tudod, nem az, hogy mi most, hogy jaj, kicsit csoki elsők, akkor átugrok 5 percre a boltba, azt megveszem, tudod. Hanem akkor azért faluba volt egy bolt, meg ugye sokkal drágább volt minden, szóval akkor nem érte meg. Ott vásárolni, persze ott is mindig azért az alap dolgokat, a kenyeret, tudjátok, persze ott vettük meg a boltba. De amilyen hosszú távú, tudjátok. Ami sokáig eláll, azt azért bejöttünk. Úgy, de nyugvédelősen indul ez a nap. Azt kell mondjam, kicsit már fáj a lábam is, már öregszem. Nem tudom. Ja, meg ma ettem ezért barackot. Ez kemény visszacsatolás volt, nem? Jaja. Ettem egy kis sárga barackot. Azzal csak az a baj, belé harapsz, én nem késsel eszem, mint egyesek, tudjátok. Nem is értem, hogy lehet mindent késsel enni. Megértek olyan főleg idősebb, akár ismerős, vagy mama, vagy bárki, tudod, hogy aki szó szerint késő eszik mindent. Meg az almát hagyjál, de ezeket a gyümölcsöket is, tudod, megvárja szépen. Nem tudom, én harapni szoktam. Jó, hát persze. Neki meg az a fura, hogy miért harapod. Belé haraptam, aztán ugye így a lé elkezdett kicsurogni belőle, ez majdnem a porlomra ment. Azért van benne víztartalom a lé a palackokba.
Valószínűleg amúgy annyi közösségi média van. Én most belegondolok, hogy baszkegy. Én tényleg néha, most úgy mondtam, idős vagyok, hogy tényleg néha ezt már nem lehet bírni, nem? Hogy most éppenséggel mi az, ami menő, mi az, ami fut, mi az, ami már offos. Tudjátok, Facebook az már nem olyan, vagy csak a Messenger miatt használják a sokan. Ott az Instagram, jaj, már az sem az igazi. Már aztán, ugye ott a Twitter, az X. Ott meg izé tresseljük szét magunkat, írjunk ki bármi hülyeséget. Tegyünk ki valami képeket, kompromitáló képeket másokról, rólunk. Aztán vicceskedjünk. Ugye ott az új, a thread, ami ugyanaz, mint az Twitter. Semmivel se különbözik, csak ugye az Instagram, a Facebook csinálta. Az ugye ott a Reddit. Most most az is mi, faszom. Ott itt csak a shit talk megy, a trash talk. Arról. Az ugye ott van a izé. Ez a B-Reels. Ez a B-Reels, tudjátok, ez meg arról szól, hogy minden nap jelez a hülye telefonot, hogy csinálnod kell éppen ahol vagy egy képet. És az olyan képet csinál, hogy használja mind a két kamerádat, az előlapit meg a hátlapit. Szóval most látnátok engem, meg látnátok, hogy mi van előttem. Hogy meg azt, hogy akkor kell, mikor mondja, hogy van ilyesmi. Este 8-kor, akkor posztolj egy képet akkor. Hogy éppen mit csinálsz? Egy is eléggé megy. Bár most már azt nem le van csengve. Volt egy éve, mikor pörgött. Ugye most ott a TikTok, azt direkt a végére mondtam. Nem tudom, hogy a TikTok is mennyire megy. Szerintem amúgy már kevésbé. Én amúgy azt vettem észre, hogy a YouTube shortsok jobban mennek. Már amúgy én is azt szoktam már nézni, nem? Nem tudom. A TikTokon tényleg nagyon trash-eket dobál ki, vagy nem tudom. Hát a YouTube-on azért, mintha ott éreznék valami minőségét. Ugye egyel azért magasabb szinten van. Vannak a videók, amit ott dobál ki. De lehet, hogy csak azért, mert én olyan videókat nézek, azt azért nem dobál be mást. De aztán most tényleg most ezeket így követni minden nap, mindent megnézni, mindenhol, ha tartalomgyártó vagy posztolni valamit, hát bazen. Azért az nem meg sok idő, nem? Jó, már vannak ilyen automata rendszerek amúgy. Azt hiszem, hogy valahol felteszel egy videót, akkor az automatikusan posztolja neked az Instagram Reels-be, a YouTube Shorts-ba, a TikTokra, tőle rögtön feltölti. Ugye a formátum megegyezik minden, csak ugye valaki ezt nézi, valaki azt. Mondjuk amúgy ez nem is hülyesek. Ilyeneket csinálni. Na mindegy. Ennyi volt meg egy Bambi. Szerintem ez a kis reggeli duma. Ez egy ilyen fél órás kis csíles beszélgetésünk volt. Már is fejtettem, hogy miről. Ahogy tényleg. Tegnap is valami voltam, tudod, mikor így a melóban rátölt, rájöntem, hogy feltöltés. Egy ilyen délelőtt 10-kor. Hogy baszki, miről is beszélgettem, mi hajnali 4-kor? Mi volt a téma? Ja, volt a meleg szendvics, meg ez, meg az, ja, oké. Most ha élőben lennék, akkor visszaírnátok, hogy figyelj, erről beszéltél meg a... Na mindegy. Ennyit akartam. Köszi szépen, hogy nézitek ezt is. Este lesz live, de ha nem lesz, akkor lesz videó. Valami mindenképp lesz. Na, szia, hello, puszi. De, amúgy hogy kivilágosodik, mire ide érek? Azt a rohadt, de jó. Na, hello.